Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, talán a TV-toronyról felismerhették a helyszínünk Pécs, és ismételten Tollas Labda a Sporttelevízió képernyőjén. Méghozzá bajnoki döntő, csapatbajnoki döntő rájátszás, és itt is az első mérkőzés, aztán azok, akik nem nagyon járatosak ebbe a sportágba, természetesen meg fogják érteni, hogy miért van rájátszás, első mérkőzés és második mérkőzés. Megértem, mint mindig Csorba József, szevasz Józsi. A rend kedvéért csak azért mondjuk el, hogy a Pécs hazai csapatként került be a rájátszásba, és a Debrecen a kihívó, mondhatjuk így? Igen, mondhatjuk így. Szeretettel köszöntöm én is a Sporttelevízió nézőit. Talán most már egy kicsit ismerősebb ez a sportág, mint a kezdetek kezdetén volt. A magyar csapatbajnokság döntőjébe mindig az első, illetve a második helyzet kerül be, és ez most a elsőként a pécsi multialanmese kvalifikálta magát a döntőbe, tehát ők kezdik otthon a rájátszás első mérkőzését, ami két győztes mérkőzésig tart, tehát két győztes csapat mérkőzésig, és hát a második helyen a Hajdu Gabon a Debrecen csapata jutott be. Éppen, hogy csak meg kell említenünk, hiszen a Honvéd Zrínyese az első az alapszakasz első fordulójában 5-4-re nyert Debrecenbe, óriási meglepetése. Aztán utána fordult a Koszka és Pécsen a második fordulóban. Ugyanilyen arányban Debrecen diadalmaskodott az Rinny ellen, viszont a szett arány egy picit jobb volt a debrecenieknél, így aztán ők örülhettek és kerültek be a rájátszásba. Ugye 4 első osztályi csapat van a magyar bajnokságban, és az első kettő került így, ahogy mondtad, a rájátszásba. Most éppen a pécsieket látjuk, amint megtapsolják, és aztán jön a pacsi. Köszöntik egymást barátságban, szeretetben. Kezdődött a bajnoki döntő. Mennyire lehet azt mondani, hogy sima útja van a pécsieknek idén is, hogy megnyerjék a bajnoki döntőt? Hát, ugye, mint minden sorozat egyszer megszakad, ettől félnek a pécsiek is, ugye minden alkalma, hiszen 2,5 éve veretlenek csapatként az összes rivális ellenében. Hát az, hogy sima útja van-e valakinek, vagy nincsen, ez ugye mindig úgy néz ki, hogyha valaki nyer 9-0-ra egy ilyen csapatbajnokságot, vagy 8-1-re, de akár 7-2-re, és hogy nagyon elvertek egy valakit, pedig nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egyszerűen hogy a 9 mérkőzésből ennyivel többet nyert meg az egyik csapat, és lehet, hogy az a, mit tudom én, 9-0-as mérkőzés kevésbé volt sima, mint mondjuk egy 6-3. Csak a rend kedvére, hogy adódik az a 9 mérkőzés. 3 férfi egyes találkozó, 2 női egyes találkozó, 2 férfi páros összecsapás, egy női, és a végén egy vegyes páros. Így van pontosan, tehát ebből áll össze, ebből is lehet látni, hogy a laikusok a vélekedésével ellentétben sokkal nagyobb itt a férfi játékosoknak a száma, tehát ezért is van az, hogy egy pici eltolódás van a férfi számok irányában. Már természetesen a melegítésen is túl vagyunk, és elkezdődnek a küzdelmek, és hamarosan mi is belekapcsolódunk a küzdelmekbe. Mely területen lehet egy, vagy melyik egyesben vagy párosban lehet esetleg esélye a debrecenieknek arra, hogy megszorongassák a pécsieket, vagy minden szinten lehetséges ez? Hát itt most úgy mondanám, hogy ezen a mérkőzésen, miután a pécsieknél az ukrán idegenlégiós hölgy nem jött el erre a találkozóra, mert éppen a hadájában, Ukrajnában a nemzeti bajnokság folyt, ezért mindenféleképpen a nőknél van a sokkal nagyobb esélye a debrecenieknek. Hát a férfi mérkőzéseknél is, mint ahogy éppen most látjuk, és ezzel fogunk indítani. Csanádi Péter játékvezető éppen mutatja be az első két játékost. A maláj idegenlégiós a pécsieknél fehér mezben velünk szemben. Lee Tsuen Seng, aki a világ egyik legjobb játékosa volt körülbelül 4 évvel ezelőttig, és aztán utána abbahagyta a játékot, és eljött hozzánk Pécsre a csapatbajnoki mérkőzéseken szerepelni. Ennek egyetlen egy óriási nagy oka volt az, hogy minél jobban szeretne a pécsi multialanmese a bajnokcsapatok Európa kupájában szerepelni. És hát ez ilyen szintű játékosokra is van szükség. Lee Tsuen Sengről annyit érdemes tudni, aki éppen most mondom a debreceni Krausz Gergő ellen játszik, hogy ő vert meg világbajnokot is. Ilyen szintű játékos magyar bajnokságban még soha nem játszott. Hogyha mondjuk azt mondanám, hogy egy labdarúgó hasonlattal szeretnék érni, nyilván nem egy Iniesta, vagy pedig egy Messi, vagy Ronaldóról van szó, de mindenféleképpen azt mondom, hogy minimálisan egy Ryan Giggs, vagy valami hasonló játékos kell elképzelni. Beszéljük, bocsánat, látjuk, hogy balkezes játékos. Mit kell ígérni neki? Töménytelen mennyiségű pénzt? Nem, ez szerencsére ez a labdarúgó
labdarúgáshoz képest nagyságrendileg sokkal kevesebb. Hát itt azért a személyes ismeretség is közeljátszott. Én a Liechtenstein egyik régi nagy bálványának vagyok egy viszonylag régi barátja, és hát így nem tartott túl sokáig meggyőzni. Nyilván természetesen az utazását és az itt tartózkodását kellett fizetni, de hát itt gyakorlatilag filérekről van szó. Mondom, különösen az egyéb labdajátékokhoz képest. De óriási előnyt jelent nyilván. Hát óriási előnyt jelent, hiszen Lee mind egyesben, mind pedig párosban is világszintű játékra képes, és hát csak így van lehetőségünk, vagy esélyünk arra, hogy a bajnokcsapatok Európa kupájában, illetve a bajnokok ligájában viszonylag eredményesen szerepelni, hiszen minden más csapat is komoly idegenlígós hálózattal rendelkedik. Lee most hibázott az imént, és láthattuk, hogy 4-4 az állás, tehát egyelőre Gergő nincsen kiszorított helyzetben. A játék megy tovább természetesen, és akkor egy újabb szakértőt hagy mutassak be, Szent Andrási Márkot. Szerpusz Márk, te ugye az elnökség tagja vagy, meg hát aktív versenyző is vagy a Honvéd Zrínyesében. Nem tudom, játszottál-e a korai versenyzővel szemben, szóval maláj versenyzővel szemben, bocsánat, szóval mennyire rémisztő, mennyire furcsa vele játszani. Szervusz Peti, én is szeretettel köszöntöm a Sporttelevízió nézőit. Hát, de szép lecsapás. Kérdésedre válaszolva játszottam Liechtenstein ellen, méghozzá az első fordulóban, az alapszakasz első körében Debrecenben. Egy párost játszottam ellene, Sinka András oldalán, és nem volt egy egyszerű dolog ellene párost játszani, mindenképp érezhető volt az a rendkívül játéktudás, illetve az a sok éves rutin, amit ő a magáénak tudhat, úgyhogy ennek köszönhetően nem is volt túl kiélezett mérkőzés, sima két szetben tudtak nyerni a multi játékosai, egyébként akkor Pádár Pállal alkotott egy páros Liechtenstein azon a debreceni alapszakasz fordulón. Ez hosszú volt talán ez a másik oldalra áttett labda. Jó megjáratja debreceni ellenfelét a maláj srác. Ez jó volt ez a leütés. Mi az ő játékának az ismérő, inkább támadó szellemű, vagy inkább védekező játékos? Hát így az eddigiek alapján én elsősorban azt mondanám, hogy támadásaiból él leginkább, és hát így a menetek során is láthatjuk, hogy azért elég sok menetet nyerő ütéssel tud befejezni, tehát nem elsősorban Gergő hibáiból él, hanem azért sok menetet tud leütéssel, illetve egy támadó jellegű ejtéssel befejezni. Már 18 pontnál jár a Pécs játékosa. Úgyhogy hamarosan meg lesz neki az első szedgyőzelem. Jó a mentés. A másodikkal már nem tudott mit kezdeni Gergő. Igen, és ha már sokat beszéltünk a maláj játékosról, akkor egy kicsit bemutatnám Krausz Gergőt is, hiszen ő a debreceni csapat első számú férfi játékosa, és egyben az egész magyar tollas labdázás egyik legnagyobb reménysége, hogyha a férfiak között kellene egy ilyet mondani, akkor elsősorban az ő nevét tudnám említeni. Egy 19 esztendős játékosról van szó, aki a Móri Ezer jó ese nevelése, és néhány éve a Debrecenhez igazolt. A debreceni csapat vette a szárnyai alá, és jelenleg második helyen áll a magyar ranglistán egyesben. És most pedig Lee-vel kell megmérkőznie. Hát egyelőre úgy tűnik, hogy az első szett az a pécsi versenyzőjé. Igen, ez már igazából sőt, a második szett volt. Az egész mérkőzés akkor így megvan, tehát 1-0-ra vezetnek a pécsiek. És akkor megyünk tovább, Tóth Henrik és Boros Balázs, ugye a másik férfi egyes összecsapása. Közben nézem, hogy hogyan alakult ki Szeng mérkőzése. 21-12 volt az első, és 21-8-ra nyert Krausz Gergővel szemben a második összecsapáson, és ugye Tóth Henrik és Boros Balázs a következő mérkőző fél a páros, vagy a férfi egyeseknél. Igen, tehát ebben a szakaszában a összecsapásnak 1-0-ás előnyre tett szert a multi alarmese csapata.
és hát amit tudni kell, hogy ez a két mérkőzés ez egymással párhuzamosan zajlik, tehát két egymás melletti pályán egy időben került sor az imént látott Maláj, illetve Krausz Gergő közötti mérkőzésre, illetve a mostani Tóth Henrik, Boros Balázs meccsre. Tóth Henrik van nekünk háttal, és most éppen Boros Balázs leütését láthattuk. Jó a mentés. Itt közben láthatjuk Krausz Gergőt, hogy besétál a képernyő aljára. Illetve láthatjuk az állást is, hogy egy meglehetősen egyoldalú összecsapásról volt szó. Itt a második számú férfi egyesnél. Már 18-3-ra vezetett a múlt játékos, a Tóth Henrik, Boros Balázs ellen. És egy újabb hibának köszönhetően tovább tudta növelni az előnyét. Hát úgy tűnik, hogy ez az első szett, ez könnyedén meg lesz Tóth Henriknek. Nézzük a következő. Csalódnék itt a kommentárban, hogy Tóth Henrik a legfiatalabb olyan magyar játékos, aki örökös bajnoki címet szerzett. Ez azt jelenti, hogy 25 magyar felnőtt bajnoki győzelme van. Ebből a fele az csapatbajnoki győzelem volt, és a másik fele pedig férfi egyéni, férfi páros, illetve vegyes páros felnőtt magyar bajnoki címből adódik. Tehát ő nem volt 26 éves, mikor elérte ezt a kitüntető címet, rajta kívül is vannak még jó néhányan, de ennyire fiatalon senkinek nem sikerült megszerezni. Még egyébként a debreceni csapatban lesz, majd később látjuk Gondáné Fórián Csilla, aki tőle is jóval több magyar bajnoki címmel büszkélkedhet, de hát Csilla egy jóval tapasztaltabb, rutinosabb versenyző, ugye hölgyek, én nem mondom ki, hogy idősebb, tehát nyilvánvalóan, hogy többször tudott diadalmaskodni. Hát itt ugye az volt ebben a mérkőzésben a pláne, hogy tehát ez volt az a két mérkőzés, amit a pécsiek mindenféleképpen maguknak számoltak, hiszen a két férfi egyéninél olyan nagy különbség volt a debreceni ellenfeleikkel szemben, hogy itt mindenféleképpen a pécsiek számításai szerint úgymond ez a kötelező győzelem kellett, hogy legyen, és hát a két első számú két férfi egyes játékos ennek a várakozásnak meg is felelte. Nézzük tovább a mérkőzést. Ugye az első szettet Li Zhuangzheng nyerte, és Tóth Henrik jóval jobban áll ezen a mérkőzésen is. És ez a vége a mérkőzésnek. Boros Balázs ugye a hálóba ütött a labdát, és kikapott. 21-12 volt az első szett, és 21-4 a második Tóth javára. Itt még annyit hozzátennék, mint aktív versenyző, hogy azért nagyon nehéz a multi alarm ese ellen játszani többek között, mert hogy sorai között tudhatják a legerősebb magyar versenyző Tóth Henriket, aki már hosszú évek óta nem talált legyőzőre férfi egyesben, aki ráadásul nem is az első helyen játszik, hanem a második helyen, és az első helyen egy még nála is erősebb versenyzővel kellene felvenni a küzdelmet, tehát ezért nehéz a Pécs ellen győzedelmeskedni, mert általában egyből 0-2-ről indulnak az ellenfelek, mert ezt a két első férfi egyest, ezt szinte általában lehetetlen. Mindenki úgy számolja, hogy ezt a pécsiek hozni fogják. Dubic Máté és Mester József, ugye Dubic a multialár versenyzője, és a debrecenieknél pedig Mester József. Mester József 19 éves, Dubic Máté 25 éves, és nézzük, egy gyönyörű szép labdamenet, lassítva is. Szép a mentés, aztán ajtóablak. Ezzel a hosszú ütéssel kimozdította Mátét az egyensúlyából, és utána, ahogy kell, a Mátétól legtávolabb eső sarokba ejtette le Józsi a labdát, úgyhogy ennek köszönhetően meg is tudta nyerni a menetet. A labdamenet ott van, jobban áll egyébként Mester József a mérkőzés során, tehát ez volt az a találkozó, ahol lehetett hozni a pécsieken valamennyit, szépíteni lehetett. Igen, ez is egy jó labdamenet. Ez volt az a mérkőzés, amiben bízhattak a debreceniek. Úgy is mondhatnám, hogy ezt mindenképpen hozniuk kellett ahhoz, hogy győzelmi esélyeiket életben tartsák, és hát ennek megfelelően Józsi elég jó teljesítménnyel rukkolt elő Dubic Máté ellen, akiről el kell mondani, hogy a pécsiek egyik legrégebbi játékos olyan szempontból, hogy
az elsők között volt, akik oda költöztek Pécsre, más magyar városokból, hogy fejlődjenek és kihasználják a jó lehetőségeket. A klub nyújtott a szponzorációt, és így fejlesztek tovább tollaslabda tudásukat. Dubic kezdte a szervát. Jó a mentés. Ez talán hosszú lett volna. Ez a labdamenet nagyon Dubicnak áll. Ő irányít végig. Ez hosszú volt. Így viszont Dubicé. Ez a pont, és abban Mester Józsefé ez a pont. És a mérkőzés is 21-16 az első, és 21-16 a második szett. Így egy kis pihenőt adunk önöknek, aztán természetesen jövünk a folytatással a női egyessel. Ahogy ígértem, folytatjuk az első női egyessel. Sárosi Laura pécsi oldalon és Varga Orsolya a debreceniek oldalán. 2-1 egyébként ugye egy a pécsiek javára. Az előző férfi egyes, tehát egy debreceni szépítéssel zárult. Így van pontosan, és itt vannak azok a mérkőzések, a most következő két női egyes, amiben még bízhatott a Debrecen. Tudnélik, az első meccset azt normál esetben a Dukrán idegen légyős, ahogy ezt említettük, már Mária Ulikina játszotta volna Varga Orsa ellen, aki hát lényegesen nagyobb játékerőt képvisel debreceni ellenfelétől. Hát ebben az esetben Sárosi Laurának, aki nagyjából a Varga Orsolya szintjén van, tehát egy teljesen egyforma tudású játékosokról van szó, de itt mindenféleképpen azért a mérkőzés, hogyha ugye nem a labdarúgást tekintjük, ami mindig három esélyes lehet, tehát lehet döntetlen, és itt nyilvánvalóan nem lehet, de itt ez mindenféleképpen az odszokadók nagyjából 50-50%-ban érvényesülnének. Orsolya egy rettenetesen erősen és hát támadó szerben játszó debreceni játékos, aki nagyon sokszoros magyar egyéni bajnok, és hát ő ellene próbálja a tőle 4-5 évvel fiatalabb Sárosi Laura felvenni a versenyt. Sárosi Laura egyébként 20 éves, Varga Orsolya pedig 25 éves. Háttal van nekünk egyébként Sárosi. Háttal van nekünk a multi alarmese versenyzője. Egyébként is észre lehetett talán venni, hogy a multi versenyzői vagy a szürke-fehér, vagy pedig a tiszta-fehér medükben játszanak, és a debreceniek pedig tiszta-feketében. Így könnyebb egyébként megkülönböztetni. Így lényegesen könnyebb is a nézőknek is megkülönböztetni. Hát nyilvánvalóan látszik, hogy Orsolya mögöttül a teljes debreceni csapat, és szurkolnak nekik. Szép volt ez a labdamenet, gyönyörű ott volt bent a pályán, volt, egy sérülés. Nem, csak lábkihentetés, igen. Kényelmesen próbált az egyik multijátékos elhelyezkedni. Egy hálóba, egy debreceni rontás ez Varga Orsolya részéről. És akkor jöhet a szerva Sárosi Laurától. Nem? Úgyhogy ugrunk az időbe. Hogy az egész mérkőzés, hiszen ez a bajnoki döntő első mérkőzésének az összefoglalója, tehát nem fér bele minden labdamenet. Próbáljuk a legszebbeket összeszedni, a legizgalmasabb mérkőzések legjobb jeleneteit. Orsolyáról egyébként tudni kell, hogy az elmúlt évek legsikeresebb női versenyzője, ha az egyénit vesszük alapul. Összesen már 14 országos bajnoki címmel rendelkezik, aminek ugye az öme a csapatbajnoki címekből jött össze, viszont van neki 4 egyes diadala is. Úgyhogy az elmúlt években tényleg ő volt az, aki dominálta a női egyes vezőnyt. Viszont az utóbbi egy évben Sárosi Laura olyan fejlődésen ment keresztül, hogy simán lehetősége volt ezen a mérkőzésen is legyőznie Varga Orsit, és egyébként már ezt több ízben bizonyította is a szezonban, tehát már többször le tudta győzni debreceni ellenfelét. Izgalmas összecsapás, az első szett is nagyon hosszúra nyúlt, ahogy Józsi mondta, hogy kiki mérkőzés, gyakorlatilag mindegyik játékosnak ugyanannyi esélye van a győzelemre. Ehhez mérten ugye 29-27 volt az első játékrész, tehát ennél nem is tudom, hogy lehet-e szorosabb összecsapás. Igen, egyen lehet talán, a 30-29 az a maximum, amit ki lehet hozni egy szettből. Mert az a szabály, hogy ugye, ha nem érik el a játékosok a 2 pontos különbséget a 21-nél, akkor hosszabbítás következik, addig, amíg valaki 2 pontos különbségre tesz szert. Viszont 29-29 után nincs tovább, ott aki a 30. pontját be tudja ütni, az nyeri meg a játszmát.
hát mondjuk így akkor lépés előnybe került Varga Orsolya, és itt a második szett ugye 14-13 Varga Orsolya javára, tehát amilyen szoros volt az első, ugyanúgy folytatódik a második játékrész. Nagyon szép volt, szemfüles volt ez a labda elcsípés Sárosi Laurától, és ott volt a pályán természetesen a leütés. Igen, itt Orsi hezitált egy kicsit, hogy Laura hosszút ütötte vagy nem, ezért sikerült ilyen rosszul ez a fonák, és Laura pedig lecsapott rá, és egyből nyerőre tudta váltani Orsinak ezt a bizonytalankodását. Nagyon színvonalas mérkőzés játszanak a lányok, és a tényleg bármelyik pillanatban fordíthat. A multialán versenyző észen fejfel mellett vannak. Ez egy nagyon pontos ejtés, és ha látjuk ott háttérben Krausz Gergőt, hogy mennyire ideges volt ezután a megoldás után, igen, tehát Orsi azzal a gyönyörű ejtéssel nagyon jó helyzetbe hozta magát, simán be kellett volna fejezni a pontot, helyett gyakorlatilag visszahozta Laurát a labdamenetbe, és végül egy 3-4 ütéssel később tudta lezárni a menetet, de végül nem hiányzott neki ez sem, hiszen meg tudta nyerni a mérkőzést a második szettet 21-19 arányban, és így egyenlített a Debrecen 2-2-re áll. Láthatjuk a képernyőn, és megyünk tovább a másik női egyesre. Zsolt Eszter és Gonda Daniella. Zsolt Eszter, bocsánat, igen, én olvasom rosszul. Még az előző meccsről annyi belső információt elmondanék, hogy Varga Ákos, Varga Orsolya ikertestvére elmondta, hogy Orsi elég rosszul érezte magát az egész hét folyamán gyakorlatilag, ezért az egyetlen esélye az volt, hogy két szedben megverje Sárosi Laurát, mert különben elmondása szerint a harmadik játszmát már nem bírta volna, úgyhogy ezért volt különös jelentősége ennek, hogy két ilyen kiélezett játszmát is meg tudott nyerni, mert ennek köszönhetően tudtak egyenlíteni így a debreceniek. Zsolt Eszter lehajtott fejjel ballagott a labdáért. Ez a mérkőzés egy picit jobban sikerült Gonda Daniellának, de hát nézzük, hogy milyen párharcok voltak az első játékrészben is, és a másodikban is a debreceni lány dominált. Igen, ez volt az a mérkőzés, ami nagyon a Debrecennek állt. Zsolt Eszter elsősorban páros játékos, tehát inkább női párosban és vegyes párosban szokott villogni és jó eredményeket elérni. Egyéniben kevesebb szerepel, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy csak a 25. helyen tanyázik jelenleg a magyar ranglistán. Egyébként, ha a ranglistát nézzük, Gonda Daniella áll sem áll sokkal előkelőbb helyen, ő jelenleg a 16. de ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a múlt évet ki kellett hagynia egy csúnya sérülés miatt, amit egy műtét követett, jelenleg pedig a spanyol bajnokságban is játszik csapatban, és ezért nem tud túl sok magyar versenyen részt venni, ezért van az, hogy csak a 16. helyen található a ranglistán. Eszter az első játékot elveszítette, Gonda Daniella nyert 21-14-re, és a másodikba is ugye jobban áll a debreceni lány, most már 15-7 az javára. Megint ugrunk egy picit az időbe. Igen, Eszter itt próbálja emelésekkel, ejtésekkel kimozgatni Daniellát. De Daniel egy nagyon szép egyenes emeléssel, ami a vonalon randolt végül is. Magáé vetette a pontot. Azt hitte az előbb egyébként Eszter, hogy ki fog menni, és ezért engedte, de hát ez bent volt a pályán a labda. Röviden a hálónál, itt egy hosszú, és ez egy rontás. Ez most multialán pont. Gyönyörű labdamenet, és a végén szintén pécsi pont. Gonda Daniella nem tudta felszedni a labdát. Igen, itt a második játszmában több olyan megmozdulása is volt Eszternek, ami pontot jelentett a debreceni lánnyal szemben. Ez viszont egy nagyon szép testcsel volt. Erre így elég nehéz reagálni, mert gyakorlatilag abból a testhelyzetből bármerre tudja ütni az ellenfél a labdát. Daniella most a hosszú kiszúrást választotta, illetve hogy hosszan megszúrta a labdát. És meccslabdája van a debreceni lánynak.
12 az állás, nézzük, hogy tudja hozni a 21. pontot. Ez hosszú, ott a 21. pont, megvan az újabb győzelem, tehát mind a két női egyest hozzák a debreceniek 21-14-re és 21-12-re Gonda Daniella a győztes ezen a mérkőzésen. Nézzük a férfi páros összecsapást. Amikor ugye elkezdődött ez a férfi páros összecsapás, akkor 3-2-re a Debrecen vezetett, tehát szempontjunkból egy 0-2 után igen kedvező fordulatot vette az összecsapás, és a következő 3-1-es meccset nyerni tudták, úgyhogy 3-2-es állásból folytathatták az összecsapást, és kezdődhetett az első számú férfi páros, ahol a már ismert Li Cuenseng Dubic Mátéval játszott Boros Balázs és Varga Ákos ellen. Mennyire tud egyébként ilyen rövid idő alatt összeszokni egy maláj-magyar kettős? Ugye a párosnál azért nem hátrány, hogyha összeszokott játékosokról beszélünk, hiszen ebben a tolas labdában az összhangnak nagyon nagy jelentősége van. Hát annyiban tudtak összeszokni Mátéval, hogy azért Li Cuenseng erre a periódusra, ami a alapszakasznak a második fordulóját és a rájátszás mérkőzéseket illeti, közel egy hónapig itt volt Magyarországon, és akkor hát ugye napi képedzéssel készültek a különböző összecsapásokra, és hát ott azért Mátéval jó néhányszor játszottak együtt, de hát természetesen kipróbáltak más variációkat is, ezt majd a következő közvetítésben fogjuk is látni, itt éppen Tóth Henrik figyeli ezt a mérkőzést, hiszen említettük azt, hogy kettő pályán zajlottak egyszerre párhuzamosan az események, és Tóth Henrik figyelte az egyiket, és Csiszér Levente a csapatnak a másik edzője nézte a másik mérkőzést. Tóth Henrik miután legjobb férfi játékosként az előbb el is könyveltük, egyben a csapatnak az edzője is, tehát ő játékos edző már fiatalkor ellenére, nem elsősorban a felnőttekkel, hanem a legígéretesebb fiatal versenyzőkkel foglalkozik, de hát természetesen tanácsot párosban tud adni. Tehát visszatérve a páros játékra, igen, itt nagyon-nagyon fontos az, különösen egy tőlünk is magasabb szinten játszó országoknál az, hogy éveken keresztül együtt játszanak a játékosok, és akkor gyakorlatilag egymásnak a gondolatát is ismerik, tehát tudják azt, hogy ki menjen be egy ejtett labdára, pláne akkor, hogyha mondjuk esetleg valami olyan felállás van, mint ahogy itt is van, hogy jobb és balkezes játékos van. Itt ez akkor zavaró csak, hogyha mondjuk mind a kettőnek mondjuk belül van éppen a tenyerese, és akkor mondjuk, vagy belül van mind a kettőnek a fonáka, és akkor esetleg ki lehet őket mozdítani, hiszen itt azért vannak alapdolgok, amiket általában ki szoktak használni az ellenfél játékosai. Ráadásul a debreceni páros, a Varga Ákos, az előbb említett Varga Orsolyának az ikertestvére, ő az egyik legjobb páros játékosnak számít Boros Balázsra együtt magyar szinten, tehát ellenük azért még ennek a jó nevekből álló pécsi csapatnak sem, vagy párosnak sem volt könnyű játszani. De hát most is látjuk, hogy Li mentette, ami menthető, aztán utána Mátéra leütöttek a debreceniek. Nagyon szoros volt ez a mérkőzés. Pont ezt akartam mondani, hogy ahhoz képest, hogy ugye azt gondolnánk, hogy mondjuk Magyarország két legjobb játékos alkotja az egyik párost, akkor sima egyszerű mérkőzés lesz belőle, de hát ehhez képest az első 21-18, és a második szett is nagyon szorosan alakul. Hát azt hiszem, hogy ez volt az a csapatmérkőzés, ahol kijött az a dolog, az, amit már az előbb is említettünk, azt, hogy egyszer minden sorozat véget ért, tehát ez a kicsit blődnek ható mondás, hiszen itt az történt ezen a mérkőzésen, végig az egész mérkőzés felmond, hogy azok a dolgok, amik eddig mindig bejöttek, adok most nem nagyon jöttek be. És hát itt is a vártnál sokkal nehezebben alakult a pécsiek számára ez a páros mérkőzés, hiszen a debreceniek meg tudták azt oldani, hogy sokkal többet tudtak Dubic Mátéra játszani, és hát nyilvánvaló, ugye, hogy ott több keresnivalójuk volt, mint mondjuk a maláj fiú ellenében. Aztán hát utána a második, harmadik szerben egy picit fordult az állás, ott a Li sokkal jobban be tudott kapcsolódni adokba a labdamenetekbe, amik kulcsfontosságúak voltak, és utána aztán hozták a mérkőzést. Még az előző női egyesre visszatérnék erre, a Sárosi Laura Varga Orsolya kettős. Én volt szerencsém a egészen közelről, testközelben írni ezt a mérkőzést. Közben itt látjuk azt, hogy a debreceni rontás után
eredményt is köszönhetjük, hogy 21-16-ra nyerték ugyan Debrecenek az első hetet, de a másikat hasonló arányban 16-ra nyerték a pécsek, és aztán utána a harmadikat, a mindent eldönt a harmadik szetet 21-14-re hozták a pécsek. Tehát visszatérve Laurára, Laura is rettenetesen idegesen és egész héten idegesen készült erre a mérkőzésre, és hát ez meg is hozta az eredményét. Úgyhogy körülbelül az én számításom szerint legalább 15 autót fogott meg, amit egyébként nem szokott, és hát ez azt hiszem, hogy ez pont egy ilyen szoros mérkőzésnél elegnek is bizonyult arra, hogy azt a mérkőzést elveszítse. És akkor megyünk természetesen tovább a másik férfi egyese, Tóth Henrik, Elek Marcell, a Multiharlan mesénél és Mester József és Kmeti Sándor a másik oldalom. Ugye 3-3 az állás, tehát ez megint egy olyan mérkőzés, amely fordulópont lehet akár egyik vagy másik oldalra, tehát ha a debreceniek tudnák hozni ezt a páros összecsapást, akkor esetlegesen megint egy kicsi lépés előnyhez jutnának. A pécsiek lépés előnye ugye majdnem, hogy evidens lenne ebben az esetben is. Hogyha az előző meccsre elmondtuk, a Zsolt Eszter Gonda Danielánál, hogy egyértelmű debreceni siker volt várható, akkor ennél a meccsnél pedig azt kell elmondanunk, hogy itt elég kevés kétség fűződött a Multialarm esélyjátékosainak sikeréhez. Ugye hát Tóth Henrik érdemeit már firtattuk, Elek Marcell pedig egy fiatal játékos, mindössze 20 esztendős, ráadásul balkezes, akik ellen ugye mindig kellemetlen játszani párosban, és hát Henrikkel igen ütőképes egységet alkotnak. Nekem is volt szerencsém ellenük játszani, és tényleg nem volt könnyű részt találni az ő pajzsukon, úgymond. És ugye azért is nehéz mondjuk a pécsiek ellen játszani, mert hogy Lícián Szeng az egyik párosban az egyik részén, ugye a másik ászuk pedig Tóth Henrik, tehát mind a két párosban van egy-egy nagy ágyú. Igen, tehát meg tudják osztani az erőiket a pécsiek, és ráadásul még azt se felejtsük el, hogy ott van Csiszér Levente is, aki szintén edző, és néha még játszik is, és ő is kiváló páros játékos, tehát még akár őt is bevethették volna a pécsiek, de az ő játékára végül a mai játéknapon nem került sor. Nagyon szép labdamenet és debreceni győzelem ennél a pontnál. Igen, itt igazából a párosban nagyon fontosak a centiméterek, ugye mind a szervánál, mind pedig az ejtéseknél figyelni kell arra, hogy nagyon közel lejjenek a labdák a hálóhoz, különben az lesz a vége, hogy leütik, mint ahogy az előző menetnek is vége lett. Ugye az első labdamenetet, vagy az első szettet 21-7-re nyerték a pécsiek, és a második játékrészben vagyunk, és félelmetesen jó színvonala van ennek a találkozónak, és nagyon izgalmas mérkőzés volt. Az látszik ebből az összefoglalóból. Ez ott volt még a pályán, ugye a párosnál a folyosó is számít, csak úgy, mint a teniszben. Multiharlan madogatással kezdődött. Még próbálnak a debreceniek kijönni a nyomás alól, de hát nem könnyű a helyzet. Itt általában az szokott lenni a képlet, hogy a hátsó játékos próbál minél nagyobbat leütni, és hogyha már nem tudják azt teljesen jól visszaemelni a védekező párosnak a tagjai, akkor az első játékos lecsap a visszaérkező labdára és befejezi. 21-7 lett az első szett, ahogy mondtam, 21-9 a második. 4-3-ra vezetnek már a pécsiek a döntő első ötszázapásán. Itt is van a folytatás, női páros mérkőzés, Sárosi Laura, Sárosi Réka az egyik oldalon, és Gonda Daniella, Flórián Csilla a másik oldalon. Igen, és 4-3 ugye az állás jelenleg a pécsi Multialarmese javára, tehát a debrecenieknek a következő két meccset, a női párost és a vegyes párost mindenképpen hozniuk kellett ahhoz, hogy megnyerjék ezt az összecsapást. És hát a női párosról tudni kell, hogy mindig megtörténhet bármi. Hiszen nőkről van szó. Igen. És egyébként a viccet félretéve, itt két igen kiváló női páros feszült egymásnak. Ugye a Multi részéről Sárosi Laura és Sárosi Réka a regnáló országos bajnokok. A túloldalon pedig Flórián Csilla, illetve Gonda Daniella, egy anya-lánya páros, ami azért igencsak ritka. És mind a ketten kiváló játékerőt képviselnek. Daniellát már ugye láthattuk is, ahogy simán nyerte női egyesét.
Fórián Csillát pedig most láthatjuk először, hiszen ő a női páros mellett a vegyes párosban is szerephez fog jutni. Nagyon szép pont pécsi oldalról. 18-17 az állás az első szetben, tehát nagyon szoros ez a mérkőzés. Na nézzük, hogy hogyan alakul az első szet vége, hiszen az első szet végjátékánál vagyunk. Még az előtőd annyit tennék hozzá, amit a Márk mondott az, hogy, illetve te mondtál, Peti, hogy Fórián Csilla szerephez juthat, amennyiben a pécsiek nyerik ezt a mérkőzést, akkor nem fog szerephez jutni, hiszen akkor 5-3, tehát akkor elérnék akkor azt a bűvös lenne, számot, hogy megvan az ötödik győzelem, és hát ugye attól többet nem lehet elérni. A számomra egyébként az, a debrecenieknek, hogyha a pécsiek hoznák ezt a női páros mérkőzést. Aggodalom nem volt pécsi oldalon ekkor már 4-3-nál? Tehát ennél azért gondolom simábbra gondolták. Dehogy is nem volt aggodalom, mert pont erről beszéltem, hogy pont ez volt a gond, hogy Sárosi Laurának hozni kellett volna a női egyes mérkőzését, vagy pedig hát ugye a harmadik férfi egyest, amit hát ugye Dubisz Máté vesztett el. És hát, hogyha ezek körül bármelyik meg lett volna, akkor már most nem lenne ez a mérkőzés sem, hiszen akkor már 5 győzelem meg lenne a pécseknek, és hát ez ugye, mint minden ilyen jellegű mérkőzésnél, itt véget ér a találkozó, aki hamarabb eléri az 5-öt, hiszen akkor már az ellenfele többet nem tud megszerezni 5 győztes mérkőzésnél többet. Hát itt is nagyon fejfej mellett mentek a lányok. Debreceni pont. És ugye hát az előbb említette a Márk, hogy ennek a mérkőzésnek aztán még külön az volt az érdekessége, hogy mond, egyrészt ugye anya-lánya, másrészt pedig két testvér játszott egymás ellen. Megmondja valaki, hogy nem családi sport. Igen, hát, teljes mértékben ennek a mérkőzésnek az alapján családi sportnak lehet elkövetni. Igen, hát amire célzott az előbb a Márk, az valóban igaz, hogy a női párosnál különösen ez tavaly volt igaz, amikor a pécsieknek volt egy másik szintén ehhez a pároshoz hasonlóan erős csapata. Gyakorlatilag 3-4 egyforma játékerőt képviselő női magyar páros volt a bajnokságban, és hát ezek közül akármelyik végül is megnyerhette volna, hiszen az Rinyének a női párosa is azért bármikor bele tudott szólni ranglista versenyekben a végső győzelembe. Remek volt ez a mérkőzés is, és ez a labdamenet is. Láthatjuk, hogy 11-8 egyelőre az állás a második játék részben. Az első szettet egyébként a debreceni gondodan ellenes Florian Csilla nyerte, 21-18, nagyon szoros volt, és a második is szorosan alakul, kell egy kis edzői instrukció pihenésképpen. Florian Csilla éppen kortyolgat közben. Igen, és fontos bemutatni, úgy érzem, Fórián Csillát, hiszen ő, ha úgy tetszik, a magyar tollaslabdázásnak a nagyasszonya. Így a korát nem feltétlen említeném meg, hölgyön lévén szó, viszont azt tudni kell róla, hogy összesen 42 darab magyar bajnoki címmel rendelkezik, ami abszolút rekord, és ebből a 42-ből 18 csapatbajnoki címe van. Aminek az az érdekessége, hogy magának a Debrecennek is összesen 18 magyar bajnoki címe van, tehát Fórián Csilla valamennyi. Mindegyik kinél ott volt. Igen, tehát valamennyiből kivette a részét. Ez nem sikerült, ez a szervafogadás. Nézzük a további labdameneteket. Továbbra is itt a másodikban is jobban állnak egyébként a debreceni lányok. Ez egy picit hosszú volt. Pécsi oldalról 15-14, Sárosiék részére a második szedben. Mindenképpen kellene hozni Sárosi Laurának és Sárosi Rékának ugye ezt a játékot, ha szeretnének döntő szettet. Ez a mentés nem annyira sikeres. 1-1 az állás, ugye ez volt a szetlabda, 21-18-ra nyeri a második játékot Sárosi Laura, Sárosi Réka, és akkor jöhet a döntő. Labda mondjuk úgy, vagy játék az 5-3-hoz esetleg, vagy, igen, hát vagy a 4-4-hez. Itt volt az, hogy már csak egy szett hiányzott a pécsieknek a sikerhez, és mindent meg is tettek ennek érdekében. Itt ez a gyönyörű keresztelítés például teljesen összezirálta a debrecenieket. Ez a leütés is elég jól sikerült, erre se volt Fórián Csillának se válasza. Gondolod, Daniella fogadta az adogatást, és nézzük, hogy hogyan sikerül ez a labdamenet. 10-9 az állás ekkor, amikor
éppen elrontották a debreceni lányok. Igen, a debreceni lányok, akik esetleg nem annyira ismertek a magyar tollaslabdázó körében, azoknak elmondanám, hogy a két sárosi lány közül most éppen nekünk bal oldalt van Réka, ő az idősebb, és Laura pedig, akit egyesben látunk, ő van jobb oldalt, de egyébként rettenetesen össze lehet őket téveszteni, hiszen mind a kettő egy nagyjából egy alkatú és szőke lófarkas hölgy, tehát tényleg nem túl sok. Igen, kommentátor barátok. igen, azért mi megismerjük őket, de csak annak, azoknak a nézőknek kedvéért mondjuk el, akik talán nem annyira ismerik a játékosainkat, de hát mind a kettő egy nagyon fiatal és nagyon jó képességű játékos. Réka inkább párosban, női párosban és vegyes párosban véteti észre magát, ő kevesebb szerindul egyéni versenyen, és Laura pedig inkább a egyes játékosként ismert, de természetesen a testvérével most például őtől jött át ilyen fantasztikusan ez a mentés. Éppen ő szervál most, de hát a debreceniek vezetnek a harmadik szedben, és hát nagyon úgy néz ki, hogy itt a vegyes pároson fog eldőlni majd a első rájátszásnak a sorsa. Nem sikerült a labda a 20-hoz. Igen, most a Csilla, tehát az anyuka szervált, és ő ejti be ezt a pontot, és ezzel sikerült a Debrecennek kiegyenlíteni a játékot. A mérkőzés állása 4-4, és hát a Debrecen, elmondhatjuk előre azt, hogy a mérkőzés előtt mindenki számára ő volt az esélyesebb. Amennyiben a vegyes párosra kerül sor, akkor feltehetően ők lesznek egy picit lélektani előnyben. Na nézzük, hogy a vegyes páros előtt hogyan alakulnak az összecsapások. Természetesen egy kis melegítés is belefér, és akkor már is Csoló József konferálja a résztvevőket. A résztvevők pedig Elek Marcell és Sárosi Réka, a Multi Alarmese részéről, illetve Krausz Gergely és Fórián Csilla, a Hajdú Gabona DTC részéről. Réka és Csilla nem pihenhetett túl sokat. Ilyenkor van lehetőség, tehát fél óra pihenő az jár nekik, úgyhogy ha bármelyik a két játékos közül azt mondja, hogy erre szüksége van erre a fél óra pihenőre, akkor azt a versenybíróságnak kötelező jelleggel meg kell adnia nekik. És akkor el is kezdődött a vegyes páros, ugye Elek Marcell, Sárosi Réka szürkébe és fehérrel és feketébe látható a debrecenieknél Krausz Gergely és Flórián Csilla. Flórián Csilla éppen a kamera előtt. És hogyha úgy alakul ez a mérkőzés, hogy a Debrecen meg tudja nyerni, akkor a második összecsapáson ugye majd a bajnoki rájátszás második fordulójában talán lélektani előnyben van. Ezt most ugye nem láthatják majd, ezt körülbelül egy ilyen másfél-két hét múlva kerül képernyőre a második összecsapás, de az, hogy idegenben esetlegesen sikerül nyerni, de hát ne szaladjunk még ennyire előre, nézzük, hogy hogyan alakult a vegyes páros. A döntő mérkőzés természetesen ezen a bajnoki döntőn, az első összecsapáson. Itt úgy gondolom, hogy két igen jó formában lévő egység feszült egymásnak. Elek Marcell és Sárosi Réka az alapszakasz második körében többek között a Honvéd Zrínyese két légiósa, Jarolin Vicsen, illetve András Volc ellen tudtak győzni egy igen kiélezett csatában, ahol mérkőzéslabdákat is hárítottak, úgyhogy igen jó formában voltak. Ugye Fórián Csilla rutinból le tudja hozni ezeket a mérkőzéseket, illetve az előző női párosnál láthattuk, hogy ő is kiváló formának örvend, Krausz Gergelyt pedig már az egyesben is láthattuk. Ott ugyan nem volt túl sok győzelmi esélye, de azért jó labdametekre tudta késztetni a pécsiek maláj légiósát. Újabb remek labdamenet, jó mentésekkel és jó támadás Elek Marcell részéről. És ezt pedig kiválóan érezte, itt is látszik a rutin, ahogy eljött Elek Marcell ütőjéről a labda, Fórián Csilla már is jelezte Krausz Gergőnek, hogy ne érjen bele a labdába, mert hosszú lesz, és Gergő hallgatott is páros partnerére. Hú, milyen szép labda volt, ahogy Sárosi Réka visszatette fonákkal. És egyébként itt van az egyik ok, ami miatt az előző női páros mérkőzésen olyan sok szép hosszú labdamenetet láthattunk,
hogy ezek a hölgyek, mint Sárosi Réka, mint Fórián Csilla, ugye vegyes párosban is trenírozódnak úgymond, ahol a sokkal keményebb férfi leütéseket kell visszaütniük. Úgyhogy ahhoz képest, hogyha már női leütésekkel kell szembesülniük, az már sokkal egyszerűbb feladat nekik. A mérkőzés színvonalára itt sem lehetett panasz. Ismét egy kis edzői instrukció. Mátyus Tibor egyébként a debrecenieknek az egyik edzője, a másik pedig Borbé Sándor, akit ott hátul láthatunk fehér melegítőben. Hozták egyébként a vendégek az első játékrészt, hiszen 21-19-re megnyerték a szettet. És igen, már a másodikban vagyunk. Gyakorlatilag ez is ugye egy minimális különbséggel megnyert játszma volt, tehát ebből is látszódott, hogy mennyire kiélezett ez az egész Debrecen-Pécs összecsapás. Úgyhogy itt is a minimális különbsége 2 ponttal sikerült a debrecenieknek győzniük. Hát, hogyha előbb Józsi lélektani fölényről beszél debreceni oldalon, hogyha megvan, eljutnak egyáltalán a debreceniek a vegyes páros mérkőzésig, akkor a lélektani fölény az egy picit tovább növekedett azzal, hogy a vegyes párosban az első szett is náluk van. Így van, tehát az első szettnek a megnyerése után a debreceniek nagyon-nagyon közel érezhették már azt a meglepetést, amire nagyon régóta készültek, hogy 2,5 év után megverik a pécsi csapatot, a pécsi múltjelmese csapatát, és hát ők még azzal a fegyverrel is szoktak ilyenkor élni, hogy az összeállítást, amit előre mindig meg kell adni, és aminek az a különös hát bukija, hogy igazából az egyik fél sem tudja pontosan, hogy fog felállni a másik csapat. Tehát ez mindig a tollaslabdában egy picit az ilyen stratégiáról is szól ez a dolog. És hát nyilvánvalóan a debreceniek az utolsó 2 meccsre szokták betenni a Fórián Csillát, hogyha van keresni való, akkor azt még külön ezzel a, hát ezzel a fél órás kikényszerített pihenővel is egy picit tudják maguk számára növelni az esélyeket. És hát ez történt ezen a mérkőzésen is, hiszen a két fiatal játékos egy picit így kizökkent a mederből, és hát a debreceniek tudták hozni ezt a számukra, majd hogy nem azt mondom, hogy kötelező győzelmet, illetve talán nem is kötelező győzelmet, hanem az, hogy ha valahol nekik volt esélyük, akkor a vegyes párosban mindig a debrecenieknek megvan az az esély, amivel tudják, hogy a meccset. Erről azt hiszem a Zrínyi játékosai is tudnának beszélni, hiszen hogyha például, ami tavaly is ugyanez történt az alapszakasz első szakaszában, az első fordulójában, hogy amikor 5-3-ra vezetett a Zrínyi az utolsó mérkőzés előtt, ami mit ad Isten, vegyes páros volt, és akkor kikérték a félórás szünetet a debreceniek. És a Zrínyi akkor egy picit talán úgy gondolta, hogy már megnyertük a meccset, és az elég is, és hát mint kiderült, nem volt elég, hiszen ha akkor ők nyerik ezt a vegyes párost, akkor 6-3, és akkor ők jönnek be a döntőbe, a rájátszásba. Viszont csak 5-4 lett így, és mint említettük, a második fordulóban Pécsen hasonló arányban győzött a debreceni csapat, tehát így ők tudtak a rájátszásra készülni, és itt pedig az utolsó pont, ami azt jelenti, hogy a Debrecen óriási meglepetése megnyerte az alapszakaszban hibátlan pécsiek ellen a találkozót, de miután 2 győztes mérkőzésig tart a rájátszás, hát ezért a következő héten Debrecenben fog eldőlni, vagy nem fog eldőlni, hogy 1-1 lesz az állás, vagy pedig Debrecen nyer 2-0. Na, ezzel folytatjuk, majd 2 hét múlva ennyit már ebből a fajtából. Látható a végeredmény. Viszontlátásra! Viszontlátásra!